Egy millió gyermek imádkozza a Rózsafűzér című kezdeményezésben vett részt a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum Szerencsen október 18-án. Minden évben, ezen a napon, a szükséget szenvedő egyház pápa jogú nemzeti segélyszervezet arra kéri a gyermekeket, hogy az egész világon imádkozzák a Rózsafűzért a világ békéjéért. Maga a kezdeményezés Venezuelából indult 2005-ben a keresztény közösségtől, amikor a gyermekek imádkoztak közösen a rózsafűzérért, és a mellettük lévő asszonyok kézzelfogható módon érezték a szűzanya jelenlétét. Kiinduló pontja az a Szent Piótól származó idézet volt, miszerint ha 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, akkor a világ meg fog változni. Napjainkban ez a kezdeményezés az egész világon elterjedt, a rózsafűzért, a békért imádkozzák most. A Szerencsi Gimnázium is csatlakozott a mozgalomhoz, és közös imádságot tartottak az épületben. A diákok minden tizedet más és másért imádkozták el. Az első tizedet a sikeres érettségi vizsgáért és a továbbtanuló diákjaikért mondták el. A második tizedet az iskola minden tanulójáért, dolgozójáért és a családjaikért imádkozták. A harmadik tizedet a békéért imádkozták, és azért, hogy a világban minden ember testvérként tekintsen egymásra. A negyedik tizedet hazájukért és nemzetük közvetlen jólétéért mondták el. Az ötödik tizedet pedig a teremtett világért és annak jövőjéért imádkozták. Az ötödik egyben utolsó tized imádkozása után véget ért a félórás imádság.